Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ő áll itt a középpontban, de itt van egy kihívás, hiszen mögötte ott látható az ostor, és ez fáj. Itt vannak fájdalmas emlékek. Vagy vannak viták, veszekedések az ő környezetében, valaki támadja őt, és neki védenie kell magát. Hogyan érzi magát ebben a helyzetben? Hát ez nem könnyű, hiszen itt van ez a nagy hegy, jelenti a problémákat, a gondokat, amit neki meg kell oldania, és nem tudom, hogy ki támadja őt, de ő úgy érzi, hogy kell, hogy barátságosan mondja ki a véleményét. Vagy azt is jelentheti a kutya, hogy a baráti körben van valaki, ez lehet egy nő, lehet egy férfi is, aki támadja őt, itt vannak a problémák, a nehézségek, ez bizony nem könnyű helyzet. És mit fog tenni? Itt lesz egy hír, jelentkezni fog nálad, és ez a koporsó azt jelenti, hogy bizonyos témákat le akar zárni. Tisztáz veled valamit. Az is lehet, hogy a problémák a ti kapcsolatotokban volt, hiszen te kritizáltad őt, vagy megbántottad őt. Ez számára egy nagy kihívás. Itt a hűségről van szó, vagy a barátai miatt szóltál, és ő mondja azt, hogy lezárta ezeket a dolgokat, és a levél azt jelenti, hogy jelentkezik nálad, reménykedik abban, hogy lesz egy új kezdet, és a kutya jelentheti az ő hűségét is. Ő tudja azt, hogy ő nem hibázott, de nem akar erről beszélni. Itt vannak bizonyos dolgok, ami még átláthatatlan. Fontos ez a hír, az is, hogy válaszolj neki, legyetek barátságosak egymással, a problémák, nehézségek megoldódnak, ez lezárul, és a felhő az jelenti jelenleg még azt, hogy valami átláthatatlan, de minden megoldható. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!